Och nu är Slav. Oj, 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 oj. Hit, ta. Ta, Mizu. Mi ostaj se. Mele, mele. Sietek, sietek. Fevesle klubu głowowe, jako ty. Okej. Ta. Mi van üzlem? Mit csinál üzlem? Mit futkározik? Mi baj van? Szia. Ta. Mit csinálsz? Jön éltünk a francia valamint kocival. Mit csinálsz itt? Semmit, most futok el, tehát szpolt. Én is itt keltem fel két nap ezelőtt, érted? Én is. Király. És már sikerült eladni a cuccot? Menni kéne cukkert venni. Megint? Persze. Hogy élted megint? Most menjünk cukkert venni. Múltkor vettél 10-et vagy 20-at megvennyit. Mikor? Hát két napja azt hiszem. A szomoló mit keltem a kolászba, érted? Ó, az mondjuk tényleg szomoló. Mit vettünk? Nem éltem. Két nap az elezelő? Persze, 10 darab szivotagiszt vettünk azt hiszem. A szomoló, szomoló nincs meg. Ó. Oh. Képzelt francia cici elveszített 10 darab szivatagi szaszt. Csá, francia! Miért vetted fel a maszkodat? Nem éltem. Szerintem ránk akar ijeszteni. Hát de látom, hogy felvetted francia, látom, te vagy az. Én meg ismerem a ruháját, meg a maszkját is sajnos. Tisz. Most ezt komolyan csinálod? Ez egy hallgás. De francia, látom, hogy te vagy az, érted? Meg mondtad, hogy laptop. De miért látod, miért diák? Hát mert itt vetted fel mellettem, érted? Kap be a falkam. Na, lelakom a lobogót, és gyertek értem a motelhez. A parkolóhoz. Akkor én is leszállok, jó? Aj, helyet szívet nem mondtam. Ó, oh, ah! Bocász meg! Cáki smókusz. Jó dunci szó. De a cici, próbáld ki a kocit nekem a szinc közben vezetni. Nekem szinc, nem akarom. Akkor francia tevet a szebben beszéltük. Öreg Ribi. Az 50. Meg kellene hackeztetni ezt a Denver-t. Na, ebben nagy értelejtünk, mit csináljunk. Miért? Mert hogy mi jár? Teszik? Hogy mi jár? Hát miért? Hát mert feljelentett minket. Mikor? Nadal régen, de már köcög volt, vissza kell adni neki. De be kell mennünk a golf szépe. Ez mill. Pécs. Most kérdően mondtok mindenél? Igen. Jó, akkor hova menjünk? Én nem ezt kérdeztem, azt kérdeztem, miért megyünk a glow stickbe. Legyünk egy kicsit a takóba, érted? Kis bulító, kis ütci. Rendben. Nem igazán jutottunk ki odáig, Istenem. Jó. Na. Ezért nem vizet francia, Istenem. Istenem. Szia, Benyó! Kicsit fáj! Pence, de ahhoz képest azért annyira nem élt, azért nagy telepjáró, annyira szalú nem vagyok. Tudom, azért szép, kicsit azért, na! Kicsit bevelt a buximon, de hát most van ilyen. Már volt rosszabb is. Miért repül, geci? Jézusom. Hát az... Kéne hívni egy ilyen kólházas cávót. Kéne? Kinek? Nekünk vagy franciának? Én szopelul vagyok, a francia kieszett a kociból. Csak nem tudom... Ez tényleg nincs itt, Istenem, őzláv.
Nem vettem észre. Úristen, egyre jobb. Szerintem hívnak neki, hogy látom a telefonosnak. Menj már oda, kérdezz már meg. Megkérdezem. Hát, hogy mi a falkamom le. Ezek... Nem tudom, az... Mi történik? Azt mi... hoztál egy pizzát? Mit van a... Itt volt a táskám, éppen karcizom. Nagyon jó. Na? De, maga szolalkozik rá. Mivel kell kigúnyolni a sérült emberkel? Lász, hát a fél a tábla. Mi látom? Cáv, Flancia, minden szuper? Most hárman ültetek az autóba? Ennek szerint igen. Ettem egy kis pizzát vele, kidobom a csutyába. Nem is volt zöld, nekünk is zöld volt. Jó, nektek is zöld. Fájdalkom! Istenem! Ilyen hangos szám fáj, kicsit halkabban fáj a DC. Egy flanci embernek így szokott szikítani a fáj. Fágyat, nagyon fáj. Jönnek. Fú, hát ezt nem bírja, hol van már mentő? Már utam van neki. Nem mert piszélni a bokorban, mindjárt dobok. Meg felhozom az autómat. Semmi baj, semmi baj! Én már nagyobbat is eztem. Hogy látom, lehozoltál senkit egyébként. Az is fáj egyébként. Ott a pálmafa, felépülök, ha egyszer felépülök, olyat hádlek. Mit mondtál? Jó, hallottad. Megmondom. Mit csinálsz? Normális vagy? Ne bázzál a balátom! Szerintem is meggondoltam. Szép vágom, mindjárt kulva fejed egy portával, köcög. Miről beszélsz? Milyen bajta? Milyen bajta? Megmutasszom öcém. Milyen bajta te? Én nagy portával lesz egy bajta, nem? Beleasszítom fejed, érted? Mint a filmekbe. A horror filmekbe. Ford, mondjuk jól néz ki. Cár doktornő, flancia készített a kociból. Ajaj. És fáj a szegge. Elhalzsoltam. Meg kellene masszírozni neki a segít. Hozzá se értem még, biztonsági be volt kapcsolva? De hogy volt? Lepült egyet, lepült egy kis szalosz felém. Jó, hát akkor vegyük le ezt a nadrágot, akkor megnézem. Vegyük csak, szegítek. Töljön uram magán, úgyis kesztyű van, bele tudjuk. Szívesen szegítek. Nagyon jó. Ó, baszd meg. Árad belőle a szagot, érezni. Aha. Újra jelölöm. Nagyon csúnya a hoktornő. Annyira nem. Tici, úgy hívják a kicsit. Tici. Szidány Libi már megint a főkolászba csöveszkedik. Figyelj, mindjárt megnézi. Kell menni Stukkert, mert akkor szerintem elhagytam azt a... Mennyit is szedtem? Aztán 10-et vagy 20-at, már nem emlékszem. Mi szodából? Pénzből, euró. De milyen fegyvert vettem? Szivotagisasz. Szomorú. Biztos elhagytam, az kurva szomorú. Biztos kilaboltak, amíg lábad osztál a kolházba. Kell menni 10 alapot. Most kihív. Szóval. Nagyon vicces. Ki vagy? És egyszerre hívtok miket közben. Halló. Ja, persze. Neked van? Nem tudom, te kocsid. Szokajabban vagy? Nem. Milyen verseny van? Azt mondta Flancia, nincs kedve offload versenyre menni. Miért nem? Akkor menjünk, ha van kedvetek. Vágy, azt mondja, hogy mégis kell menni. Menjünk venni Ücit. Menjünk. Működik meg a kocsi? Azt mondja, menjünk. Semmi baj. Megyünk, mégis csak megyünk. Ez egy Suzuki laptól. Hálban, és egy kocsival.
légy szíves. Gyorszat, szóltam egy feszítő baszat! Gyorszat! Indulás! Szóltam egy feszítő baszat! Nem indul! Indulandusz! Indítsd már be! Gyorszat, takó! Nagyon pénnek tudasz, hogy szlopő, na szlopő vagy francia. Te szék milyen? Mit szóda? Nem értem őzlep. Dén a szlopő. Te hát, majd mutassam, hogy nem. Én inkább bekötöm magam. Köszönöm, Zozikám. Mondjuk hát nekem is be kiállnál. Látod, te első kanyarban neki mész valaminek. Most is nem tudtál kikerülni egy nagy autót. Tök bén a szlopő vagy. Fogd már be a szádat, hőzlám. Kél szedben. Senkit nem látok a pulba, csak mondom. Én is tetszak, franciának lasszul a felfogásza, biztos. Na jó, hőzlám, szállj ki beszél, nem kell vád. Ezt mert valahogy kiszállni, itt is hallak. Aha, pedig te kiszállok, mikor baseball ütő van kezdve, normális vagy? Na jó, elaktam. Francia, honnan van ez a koci? Azt... Tessék? Honnan van ez a koci? Ökség, ökség. Azt mondta, hogy múltkor mondta, hogy vesz egyet. Ma hozta meg a hajóra. Itt jó lassú, ha jól rendelted. Biztos, hogy ez ilyen olcsó verzió. Persze, igen, hőzáv, igen, igen. Csak tudod, mi ebben az egyáltalán egy probléma? Hogy ezt én magamnak vettem, érted? Ezt saját magamnak, érted? Ez mivel, amikor mindig tőlem szólsz pénzt? Össze spóroltam a pénzt. Előbb még örököltet. Hazudósz vagy, na jó, hazudtál, előbb még azt mondtad, örököltet, te hazudósz. Mert ott is most francia hazudott nekünk. Ilyen dolog ez. Hazug francia. Na ezt most akkor hova is megyünk? Étterembe? Vagy mit szóval? Kicsit szomjas vagyok. Akkor megyünk az étterembe. Mi a fasz vagyok? Most nem tud vezetni, most így akarja bevallani. Teszem a hidegtált. Kértek egy hidegtált? Persze. Én is kérek. De csak a szádból írtad. De akkor már meleg lesz. Akkor majd megállom köztek kaptunk, rendben? Szia, Kenshi! Oda kell menni ezért, jaj. Te mit csinálsz, hölzám? Csak te fogod fizetni a szállést, nagyon drága a szállést. Valahogy a te kocid, én nem fizettem. Jaj, hova kell menni? Nem megy, nem megy most a felekból, fáradt vagyok. Ágicának adjátok vissza a pontokat. Nem megy most. Flegma meg a gengszerkedés nagyon nehéz szétválasztani. Istenem! Mi a probléma? És most hova megyünk? Off-road lenszem, előbb beszélünk meg. Gondolom előlépett, az van ki előbb, ez itt bocsosod. Ki ez a kis smókuszka? De jó szegke van. Aztán minden itt, micsoda autó. Sziasztok! Hica! Ja, ez az Etióp nő. Milyen Etióp? Fosznom kell, Istenem! Úristen! Ne ide fassad már, bazd! Úristen! Úristen! Lenne szétfoszom az egész kócelájt! Flancia, hogy megy Zepit? Dobd már ide! Vatki! Oda jön foszni! Hogy megy Zepit? Azt a szálgát foszok! Mint a napszemcid! Menj már a picába! És akkor most ezzel a ulót visszagyőztesz? Nem, 2000-et. És akkor te adsz nekem 3000-et. Teszik? Nem. A francia benne vagy? Haló, teszék! Csáci, kell a kovizét is, Tucker? Mennyi zalabja? 2-2. Király, kell, persze. Jó, 10 csak szeretném megkérdezni, ügyvédet kifizetted? Mit?
Kit? Az ügyvédet, érted, mikor ja, kijöttem a szikra. Ja, igen, odaadtam neki az 5000-et. Teszik mennyit? 5000-et. Jó, király. Jó, zíl. Készőbb cölgök? Jó. Cá? Jó, jó ár, az is jó ár amúgy. Várj, hát csak ízé, lényeget felejtettem el. Akkor hol találkozzunk meg, mikor? Majd cölgök, nem szokál a? Jó, most nem jó. Sem. Cá? Na most melyik? Tudjuk lehetett venni, vagy a lapdém? Az anyám nem a... Hello, kislány. Hello, kisfiú. Teszik? Ez az ilyen szó, teszik. Maladjál csöndbe, de nevél. Ölülj neki, hogy még megvannak a lábaid, érted? Hogy jövnek, kislány? Hát, meg tőledem a hábaid egyébként. Hogy Tici vagyok, érted? Nagy gengszer. Szőrös a pöcöm is. Nina vagyok, hát... Pina, király. Csá, Pina, én Tici vagyok, érted? Na, jól van. Nem Pina, Nina. Hát, azt mondtam, érted, Pina. Nina, nem hiszi be, a másik azt mondja Tina, a harmadik azt mondja Pina, hát ez nem hiszi be. Olyan egyszerű név. Na mindig. Persze, kurva egyszerű. És mit mond a második? És mi a teljes neved? Nina Diaz. Most ez... Pina ki az? Érted? Most ezt így éltem? És neked mi a teljes neved? Elmondom, csak ne cúfolodjál. Hát, de te csúfolod, hát színném. Az hogy van? Akkor nem mondom el, érted. Elég jó néz neki, kislány. Na, köszönöm. Elég jól. Hát ez nem jó. Ez nem jó válasz. Szopelú nézel ki. Na jó, van, akkor helyen. És honnan ismered a Denevért? Mert csak mondom, hogy Spicli. Spicli? Én hallottam, valami autót elloptátok, és akkor bémint a rendőrséget, de mit csinált volna, na? Hát igaz. Például megszerzi magának, mint egy gangster. A kiszvelebek ezt csinálják, persze, ez igaz. Ez hány hete történt, hogy még ezen lovagoltak? 2-3? Nem. Néhány napval ezelőtt. Olyan, mint a tegnap lett volna. Igen, olyan, mint a tegnap lett volna. Ó, és már én is idézted bennem az emlékeket. Már ott van a nive a kezibe. Csak mondom, Pina, hogy kurva nagy gengszerek vagyunk. Nem keciszkedünk, ki érted? Minden naposz. Hát az hogy mit csináltok, hogy gengszerkedtek? Amúgy ne hívj már Pinának, hát hogy? Elmész valahova, és akkor az emberek előtt elkezdett pinázni, mit fog szólni? Jó hangzik. Hát akkor úgy fogok hívni, hogy cég. Cuni, cá cuni. Cuni? Kis cuni. A Ninából már eljutottunk oda, hogy cuni. Hát persze, szokva szerint a Pina, érted? Mond neki azt, hogy baby, vagy valami. Cá, baby? Cucia. Na, baby, mi hét? Csak délegyik Pina. Akkor cuni. Cuni, hát nagyobb fasza. Hát de valami normálisat mondja már neki. Pizza. Cá, pizzám. Pizza? Persze. Na, a pizzával. A csicskám vagy. Tessék. A Denevér. Én? Miért lennék az? Hát, mert azt mondtuk. Ja, így van, hőzebben azt mondtuk. Na. Rendezzük le egy versennyel ezt a vitát. De ez most hogy jönne ide, hogy... 1000 euró a tét. Jó, ezt akkor te adsz nekünk 3000-et, és akkor benevezünk. Te hoztad a papagájodat magaddal, francia, vagy mi van? Ez nem papagáj, nem ismételtem. Persze. Hőzebben elkvártam. Vagy a szóvivő, a szóvivő. A hegbátor, igaz hőzám, igaz? Miért vészek itt állandóan az őzlappal? Miért? Hát mert a franciával beszélgetek, de beleszól. Azt csinálok, amit akarok. Hát jó, hát azt értem. Igen, hőzám azt csinál, amit akar. Na, akkor versenyzünk egyet? Tici, neked nincsen terepjárót? Nincsen, csak majd szerzek, még nincsen. Na jó van. Hőzám? Na. Na megbeszéltük, hogy nincsen. Na, ki vezet nálatok? Na, akkor a Hőzáb és a Denevér mennek egy versenyt, és akkor ide kell visszajárni. És mire ezt leszel, ha bedököm az állókba? A Denevért? Igen. Akkor nem, csak a haptól. A csalni akarsz, vagy mi? Dehogy is, szakvicceltem. Én felteszek egy házást. Én el nem fogadom a Hőzáb. Hát akkor megveszítek, és akkor nyelsz? Nagyon király. Tényleg, Minánál akkor adjátok le a lóvét, aki akar fogadni.
Na, én nem tudok fogadni, mert nem akarok. Csak elmenjetek el tankolni. Nem, én tele van. Mondjuk ez nem rossz, hogyha útközben nem robban le az autó. Ez nem rossz. Csak látod, most is szívan eldobtam volna. Vagy wow. Én jutok onnan a házinkótól? Én nem minden, innen. De francia, wow, ebben kis pénzt szépen. Tankoljak a kosztitba. Elszítottam. Ja, érdek is ásítás. Pénzt tankoljak. Neki áll ticitől. De ez a te kocid. Na, most mi lesz, francia? Figyelik. Mit ittál? Hát kárba van, tehát tényleg kezdjük. Tetszik a pilosztal szemcím? Na most mind szórakozunk eddig. Francia nem ad pénzt, hogy megtartaljon a kocsiját. Ja, jó. Kis baby. És te mivel foglalkozol? Csak kérdezem, mit lehet róla tudni? Egyelőre még semmivel, még csak így vágyok. Jobbra-bára. Ismerem Pécséket, Vanillába. A vezeti a házatást otthon. Nem csatlakoztam még se, a Vanillába is hívták, de még egyelőre nem. Akkor csókolózzunk ilyet. De 50 euróban szeretnék. Ja, azért mert nem foglalkozok, mert akkor már csókolózzunk. Persze, szokás itt. Az be oké. Hát én még erről nem hallottam. Észre. Mindjárt jövök. Hova? Ticsi, vissza kell majd menni az értelembe. Miért? Elhoztam az értelt meg az italt. Jó, ne gengszel vagy. Tényleg, annak számítok akkor? Én is szóltam, hogy itt képzeld el, érted? Ja, értem. Szóltam. Akkor nem kell, akkor meg nem kell visszamenni. Szajtoltát is szóltam, és elhúztam a picába. Kapják be a falkam. Ez a négy gangster kérdés, hogy itt csoltok mindenféle ételt? Csak mondom, kislány, hogy ennél kicsit nagyobb gangsterek vagyunk, érted? Na, mesélj, mitől vágyték én? Persze, honnan tudja, lehet, hogy Interpolos. Kicsoda? Handel. Hölzában nagyon jobban van egyébként, és Hölzában is gyanús. Az is igaz, gyanús. Mit tehet az emberi ízó gyűlölet ellen? Ha? Tina? Micsoda? Kis baby? Mondjál. Interpolos vagy? Lánykültek? De hogy vágyok. A város legnagyobb gangszelere élet? Csak kérdezem. Hát én még nem hallottam rólátok, hogy város legnagyobb gangszelere lennétek. Ez... Hangszáltál? Francia, vágd az egyik ujját, érted? Jó, rendben. Haggi a kezed. És... Én nem beállám, pici. És most tényleg azt mondtok, levegjük az ujját és kilakod a kezed? Nem értem. Micsoda? Nem is értem, amit mondottok. Persze, Floncia beszélt hibás. Előbb is visszakérdeztem, mit mondod, nem értek semmit. Persze, szokott... Ja, beszélt hibás, én nem vagyok beszélt hibás. Én nem mondtam, csak nem hallottam, mit mondtál. Nem, Tici a beszélt hibás. Kulvállottam, hogy a beszélt hibás. Nem, Tici, te vagy a beszélt hibás. Akkor te ezt levolve lőszel. Dupán vagy beszélt hibás. Akkor hőlék ballon, csak mondja. Mondjál te is még egyszer, aztán évből vajt. Ajban. Nem teszi. Fogalmam sincs, mint egy pálizi lenne a szájába, érted? És úgy, hogy nincs felszeletelve. Tudod, úgy egész be. Aztán. Vigyázzatok, szerintem megjött hozzám, úgy hallom. Ajjaj. Kicsit alébb állok. Ajjaj. De ugyanúgy nincsen szélvédő, nem értem. Hol? Hát a kocsin nem szereltetni volt? Ide fel volt meg. Mutasd a fogaidat hozzám. Istenem! Istenem! Jól vagy, semmi baj, megcsúsztam a papuc. Akkor menjünk be, elsüljünk be a kocsiba. Aha. A borászaték. Nem él, mi többen vagyunk, nekünk lasszabb lesz a kocsi. Hát de vékonyabbak vagytok. Igaz, te dagadék vagy igazodban. Ákártam mondani, hogy ez egy kicsit érdekes volt. Ismerek egy a nótát, amiben az tényleg, ez pont hova szól. Kis baby, nem a passzi? Gyűlölt, te high passzni, te összefüggő zsír. És akkor ki is vezet? Száguldó zsírbőfél. Én vezetek. Biztos, csak ját. Hát te nagyon fél a szoftver. Biztos, hogy nem. A szoftver mögött a legbiztonságosabb. A gyere Nina, szállj be, aztán meg kiabálod a vizét. Mi? Akkor most szállj be? Jó. Tényleg velünk inkább. És Space van jelölve a bolászat?
Szóval mondom, másik irányba kell egyébként menni. De... Egyenesen, egyenesen, majd kiadja egy GPS. Jó ez így, jó ez így. Szóval, ha indulunk. Forduljunk még, nem? Nem, jó ez így. A szóval, ha indulunk. 3, 2, 1. Vissza, nem? Óvatosan, óvatosan! Felejtsd, mindig elémélyek, nincs olyan előtt. Becsukom a szemedet. Istenem! Out! Out! Au! Au! Istenem, ez kilökött minket a fáj alól. Out! Istenem! Hú! Istenem! Ennek az autó. Üdlöp, hatalmasat mentél, nagy voltál. De ki lökött egy szalt. Mit csinált? Ki lökött minket. Akkor nem is lökött, ott ültem a kocsiba. Dehogy nem, úgy, hogy ki lökött. De jól vagytok? Ki löktél, te szaló? Francia? Kicsoda? Várjál, Francia, nem beszél se a Tizia. Várjátok. Ja, Isten. Kicsit vizesz ez a guci papucom, tolasszunk már ki, vagy menjünk előle. Na, hogy használod ezt az autót? Te több támadt a motor vízzel, vagy nem? Mi baj? Ez egy Suzuki laptól. Istenem. Ez egy kötszög. A krokodil papucom majdnem vizes lett. Tiszta homoklét miattatok a cím. Kitalált a szemedről, támadt az olvízzel. Szívesen megbosszom a lábad, élted? Be is szkenem olajjal? Nagyon lábfétisista vagy, vagy micsoda? Nem. Csak mondom, szegítek. Most tudjátok folytatni, vagy mi legyen? Hogy vagy? Persze, három blueprint után nagyon király lesz vezetni. Nem igazán szerintem. Nem nyertél, mert nem csaltam. Azt mondja, hogy kilöktél. Igen, kilöktél. Mi volt? Az előbb. Meglökted a fenekünket és kicúsztunk. Hát mert befékeztél előttem. Te közel, meglökte a fenekedet? Az a koszi fenekét. Nem azt mondtad. Egyébként kurva ez a koci, mert annyira mégse fájt, érted? Azért persze kicsit érted, de szopel itt hátul lenni. Látszik, hogy telepjáló. Persze. Persze, ne figyelj, ez te nyugodtan, te is. Ez Francia koci, azt odaadtad a pénzt nekik, hogy mi történt? De hogy adtam, mibe adjak? Ja jó, akkor semmi. Na és akkor? Akkor... Szelelész? Akkor most lezártuk a múltkori vitát ezzel. Mi, hogy szalsz? Tudod, mikor lesz az állva? Szelelész? Jó, össze meg. Ha kifizeted a szelelészünket. Mi nem hallom. Ki kell azt fizetni a szelelészünket, és akkor lezárhatjuk. Hát ezt olyan valaki jelentse ki, akinek van szava hármótok közül. Hát pont most mondtam, nem hallod? Te vagy a főnök, vagy mi van? Nem, ez nem, nincsen főnök. Egyenlő szék. Na. Ha kifizetem a szerelést, tudod, hogy egyenlőség. Van, tudod, hogy van, de nevél. Az összes hátszem egyenlő, de mindig van egy hegyengébb hátszem az egyenlő hátszemek között. Igen, Francia, és ez melyik? Te vagy a Francia. Várjátok már, drága férfiak, most jelenleg két darab autó áll a víz kellős közepén, úgyhogy nem kéne kicsit kijebb menni, mert nem hiszem, hogy jó lesz az autónak. Figyelj már, nőstény. Már egyáltalán már csömbbe, meg se szóláljál, akkor álljál a férfiak dolgában ne szóljál bele, na, csak szállj vissza, aztán... Mindjárt még kínálnak, ha díve állnál. De itt sok háló férfi van. Szerintem tönkre ment az autó, nem? Ez egy kicsit kálosz. Hívják terelő? Én kifizetem, de akkor befejeztétek az autólopásos történetet. Hogy fél, kis cicka? Vissza a behugyozott. Mi az, hogy félek? Maga alá cigált. Amúgy akartam folytatni, hogy rendelni akartam tőletek 6 tárat, de akkor hát majd mástól, nem? Ja, hát hogy mégsem vagy csicska ilyen piatban egyébként. Pont a gondoltam. Na. Azt meg Francia cickult be, egy de jobb. A vizet az akkor tudtok intézni 6 tárat a sivatagi sasomba? Persze, mikor kell. Hát úgy most. Persze. Indulunk. Úristen. Biztos mi ez a koci még cokáig? Hát én nem tudom. Azt akkor nem lesz verseny? Szelelész is verseny? Igen. Hát én benne lennék egy versenybe, de hát megfutamodtak a társadalmat. Én szimán benne biztos, vagyok. Biztos, hogy nem. Akkor hívja szelelőt, menjünk csak ki az útla. Jó, banánom egy cukkelba, kilövöm a cávót. Tessék?
Szemmi. Nem igaz, hogy vicceltem, érted? Tudom, hogy vicceltem. Le kell győzni. Csak valahogy kicsit kimegyünk, és hívunk szelelőt. Le kell hívjam sikítást. Óvatosan, óvatosan! Szemmi baj. Közább. Semmi nem töltjön. Hú. Tá van benne 4 kilométer, és 4 kilométert majdnem totálkával vágtad. Aztán. És ebből legalább le van moszva. Egyet vezettem. Bár mondjuk Zil új autónak még nem motoros a motorja, nem is kellett volna moszni. Nem igazán. Pici. Teszik? Én az vagyok, akik szeretnél volna hívni, biztos, hogy én vagyok. Mi a pályát? Szemmi, lazulok a spanokkal, érted? Gengszelkedés, üzlet, szokászosz? Az jó. Van uzin, nem kell? Mennyi zé? Megbeszéljük. Hány darabot vennél meg? Hát, szeretném mennyi zé. Neked odaadom 3-ba, mit szólsz? Kicsit az gondolom. Jó ár. Tartsad, majd én azt eldöntöm, szikolj. Tartsad. 2, 3... Abból 2, 3... Üzláb? Majd volt. Van nem szasz, a másik a szalvasz. Szalvasz. 3000 lél. Micsoda, mi az a szalvasz? A szalvasz az a Uzi érte, szalvasz. 3000. 3000? És az jobb áll? Azért, szerintem mi a kurva istenét kérdeztelek meg, hogy érted? Viszont honnan tudja mennyibe kell? Mennyi veszük a szaszt? Hát... Várjál. Vettünk 10-20 ezerért. Akkor 2 ezerért. Akkor az jó, Zil áll. Igen, 2 ezerért vettük. De akkor a 3 ezerért a szalvasz az jó? Én nem tudom mennyibe kerül, érted? Nem rossz. Mennyi van eladó? Mennyi kell? Mennyi van eladó? Vagy 3-4 darab. 5 darab? Jó. 5 darab. Jó van. Cölgök mikor? Majd, cölgök. Csak szok az üzlet, cölgök. Pölgész. Jó van, jó. Copom a falkad? Cici, az a gondoltam. Hogy most nincsen rajta cüppő azon a lányon, le kéne fotózni a lábát és eladni drágán pénzél. És én női lábat hova a picába adsz el pénzél? Képet róla, hát itt én interneten keresztül. Szerintem tök jó lett. Hát hajlá. Nem segítesz, le kéne foglalnod, amíg lefotózom. Hát most oda mész, itt gyorsan lekapod a lábát, érted, telcivel. Oké. Okay. Valaki jött. Hajlá, gyorsan. Most francia miért küldött egy fekete képet? Jó van, Kenshin, nem puszillak? Hát nem igazán viszik fel. Igaz, hogy most rágta ki a hirdetést, de már nem viszik fel a telefont. Nem igazán értem. Megállná egyébként, megállná. Kicsoda. Ez szelelmi kelingő, érted? Fázzászi kelingő. És viszket mind a kettőtök? Bronkó pipa, mivel telekan vagyok, ezért gondolom tisztítást nem kértek rá. Az nem kell. Oksa. De szép fotó, ugye? Csinált meg fotót az Ájlól. Csinált meg fotót. Jamaikára mi van? Felhívjam. Felhívod? Nem élhető. Nem élhető. Igen, pont azt mondom, nem élhető. De beszélt hibás vagy hozzá, szerintem. Szerintem is. A franciás nem beszéltük. Nem én vagyok a beszélt hibás, hanem
Ja, vagy beszédhibás hallásos. Az mit is jelent? Mi ez a beszédhibásos hallásos? Az olyan, mint a beszéd, hogy csak a fülével van. Ó, Isten! Olyan, mint a beszédhibát csak a fülével van. Ez ilyen defektes, érted? Hát de ki az, aki manapság nem defektes? Na, ja, jó. Ugyan, Pina! Pina? Hát nem hiszem el. Nina! Indulás! 3-2-1! Nagy baj lesz szerintem. Gyorsan, gyorsan, gáz, gyorsan! Szimán én is tudottam. Hasin! Szia, Spinti, szia, Afu! Hajtok, nem csak a betítél! Én szívom attól. Már fog szakadni. Na, úgyis te fizeted. És miért ilyen szal ez a veled a múlt? Ja. Ez a túl gáz, azt mondom egyébként. Akkor valamit nagyon nagy jól csinálsz. Ennyiben megyünk. Húzd ki a szivatot, érted, vagy lakjad azt a másik, hogy is hívják, váltónál így. Out! Gyorsan, gyorsz! Nyomom neki tel ide a gáz, de szal a Velda. Nehogy szal, hát akkor valamit nem jól csináltál, Velda. Ennyiben megy, nem élted? Biztos, hogy nem. De... Autópályán gyorsabb, mint fordultam többet is. Out! Kicsit karcoztat. Na most fogjuk meg felvezni. Gyorsz! De nyomom neki telibe a gázpedalt. Gyere, most menjem el, te hőzár. Szia, anyjék! Simán van eszéljünk, simán! Szia, anyjék, bó! Levágom az utat. Szerintem nem lesz jó ötlet. Hűzd le, vélted? De simán nézd, bam! Egyenes út. Lövidítés, simán. Jézus. Király! Semmi nem történt. Húzba volt az a kájtje? Igen, nagyon szavolt. Csak Jézusom. Ez egy telepjáró, mit hisztik el? Hát telepjáró ez az, nem hobogó. Hát jó, hogy nem robogó. Ha robogó lenne, nem mennénk ilyen gyorsan. Nem bobogó, hanem bombó! Pont ugyanezt mondom. Isten! Ez baj, szíván átmentünk közöttbe egyébként. Isten, azért te is beszaltál, ember! Nagyon! Vágja a hutat, vágja! Nagyon szalag el, Dad Francia, ezt nem olasz. Nem. Nagyon jó. Egyedül mentem el 210-en. Itt most hárman vagyunk, azért megyünk lassabban, biztos, mint ő. Te matematikus vagy, Hölzzel, hogy ezt így ki tudtad számolni? Nézd meg, eljutom. Tényleg szóveldet, tényleg szóveldet, faszja! Ez baj, semmi. Mit csinálsz? Alla kurva a nem jó ember? Ellen megyünk, szíván lövözít. Ezt még ezt... Sőt között fel. Itt átmegyünk, itt nézed. Hups, senki nem. Hözzám azért ez nem egy hajó! Hözzám, kérdeztetek valamit? Persze. Te élveszülhettél vagy halva? Attól fogom. Itt eljöttünk előbb. Ne, hőzzel! Ó, Istenem! Ez baj, azt hittem fel vagyunk. Tönke teszed az autó. De ide jöttünk szimán előbb, mint hát ő. Hát csak előre kéne járni, nem ide. De hogy itt áthatunk. Már kulvala elment a kocsi, már lég, ezt lég. Én láttam, mi jöttem. Néha többet szoktál beszélni. Már itt vagyunk egy napja, igaz, srácok? Tessék! Hogy sikerült? Hallottam valamit, durrant egy óriásit. Durrant? Igen. Talán esett neked, hogy megnyertük, és duhant a padon. Ja, nyertetek? Persze. Én szimán, itt van meg órája. Kocsi karcolás nélkül van, nem simán volt. Igen. Megnézhetem? Persze, gyá, itt van. Nem, persze. És amúgy az mit számít, hogy összekarcolódott a veleszénybe? Ha nem, csak kíváncsi vagyok. Meg bemászok a kéménybe. Ki nyert?
A probléma az, hogyha nagyon... Szóval a probléma az, hogyha... Megnézzük közelebbről a dolgokat, érted? Akkor teljes mértékben nem volt ilyen, hogy is mondják, ilyen helyszín meg dumcizva, hogy hol is van a pontosan a vége. Uh-huh. Minek a vége? De biztos, hogy utánunk jöttetek, mert innen jöttünk mi is. Dehogy ez nem innen, hát nem, nincs itt a keléknyomotok, csak a miénk. Na hát, gyár már. Hallod, Nina? Na. Van valami tici arcán, ott simogass már meg, hogy... Pattanálsz, mert még tini fiú vagyok, érted? Majd megy kozmetikushoz. Kulvára nem. Majd megy kozmetikushoz. Nina kinyomhatja? Kulvára nem. Ez jó lesz. És akkor ki nyert most? Mi? Biztos, hogy mi. Még simogáttam. Hát... Miért? Szerinted ki nyert? Csak kérdezem. Szerintem én. Hát ez hazugság. Egyértelműen. Többször lelassítottam, hogy egyenlő legyen a verseny. Nincs itt semmi baj, én szerintem. Az az eszet kapcán a kórházba. Egész egyszerűen csak bocsánatot kell kérned őzláptól, hogy kicsit meg... láveltél a fejéle. Spanok is vagyunk. Na, azt már múltkor is megbeszéltem vele, de akkor lássátok, hogy egyenes ember vagyok. Hát akkor őzláp, elnézést, hogy túlreagáltam, aztán pofán vágtalak múltkor. Nem jó. Meg is érdemel. Szebben. Nem, ezt elég szépen mondtam szerintem. Nem, de szokta szebben. Ne elnézést kell, hanem bocsánatot. Hát de ez ugyanaz. Nem. Neked kiosztott habot, na. Na. Mimikártyázunk, vagy mi az Isten? Hát úgy is lehet mondani, ez egy metafória volt. Metafóriá? Milyen meteol? Metafória. Milyen fólia? Metafólia. Fólia. Teszik? Teszik. Hé, cákáló, te vagy az? Ja, én vagyok. Hé, cá! Tök lényegyosszál, mennyi az éve lógok? Csak kérdezem. Hát mondjuk egyszer 8000-re, amiből egy kevés a tiéd is. Nem emlékszem a listájra, amit ladába tettem, emlékszel? Persze, emlékszek. Számot kérted, és... Szerintem egyezünk ki egy tízesbe, és akkor levonjuk majd róla a béredet, odaadom a béredet, hol adod azt a tízest, mit szorsod rá. Jó, kilájszág. Jó, cölgök nem szokállat, cá. Jó van, cá. Ezeket a bizniszeket elintézem, azt megyek szerintem aludni a faszba, mert... Nem vagyok toppon. Mi az Isten? Figyelj már, Tici! Tici! Jaj. Felhúztam a szemüldökön, hogy tesszék. Nem figyelsz? Na, figyelj. Nem gondoltam volna, hogy ilyen emberekkel nyomod. Nem ismerik el a vereséget. Ők a legbrutálisabb emberek. Kivézóztak teljesen. Na jó van. Na akkor tudtok határat intézni, vagy nem? Málisz intézzük, csak megyünk. A francia hol van? Ez valami szoftverre vált. Megyünk, elintézünk pár dolgot, és akkor cölgök. Megvan a számom? Nincs. Kipróbálom ezt a szalt. Oké, próbáld ki, tényleg tök szal. A Denevilnek kinek van meg a telci száma? Senkinek, majd felhívom ezt a lányt. Honnan a picából van meg a telci száma? Elkélte az enyémet. Ezt mit csinálod? Csak kérdezem. Out! Várjál, Lükvelc! Szerinted, hogyha nekem nem sikerült felmenni, neked sikerülni fog? Au! Au! A picába nem vettem észre ezt a kurva nagy betontömböt, érted? Ő pedig benne van, hogy miért kellett volna érte venned. Mert kurva nagy. Ez is igaz, okos vagy? Na várjátok, kurva nagy a biznisz? Sok biznisz van. Ilyen légiszpan, teljesen légi, teljesen. Ez miért nem úgy? Segítség! Istenem! Au! Istenem! Oh, picába! Ez nem normális az ember. Semmi baj nincs, semmi baj. Fogtam a kolmány, semmi baj. Hú!
A Simán elindul, ez egy Suzuki laptól. Szerintem ez már nem. Kicsit figyelmetlen vagyok érte, kicsit fáj a fejem is. Előbb fosztam, kicsit cípi a szeggem. Picába. Picába. Mongol acconylába. Ez francia. El fog még indulni, szerinted? Persze, semmi baja. Tökkel kényelmesít feküldni. Szia, Maki. Szerinted itt maradhatok, amíg megyünk? Persze, simán. De akkor menjünk lasszan. Lasszan? Kapaszkodom. Hova megy olyan? De lasszan? A váll... Üzlem leeszett a platóról szerintem. Szerintem... Üzlem nincs a platón. Várj, kiszállok, megnézem. Beszélek. Várj, kiszállok, megnézem, álljátok meg. Igen, nincs itt a platón. Leeszett. Pedig lassan mentem, nem? Ne, lassan, teljesen lassan. Csak kicsit nagy gáz nyomtál érted, kicsit. Na ját, csörg a tárcsi. Itt is vagyunk? A barátaim átszállok, sziasztok. Há, jó van. Várjatok már, mert... Nem igazetek! Francia viccelődik, érted? Na akkor már menjek? A válaszba kéne menni, Málisz a CPS-be. Beírom. Gagszásom, parkoljunk be? Igen. Ez nagyon gangster, ez mit is szoktam neked mondani? Csak úgy cúszol a lejtőn, érted? Csak cúszol, zuhansz. Gyere francia, szegi cél 10 000-et kell levenni. Gyorsan írd be. Oda lakom az ujjamat. És akkor lila, és Iliad. Egy. No, 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 no. Király. Jó szok, Zeton, ez a fél. Mi a nem fél? Udéusz, mi mindig adja az átém, érted? Tesszék. Számolj már, lát, lehet, hogy elkultuk. Na várjál. Ez a... 2000, 3000. Kis csicska gyerek. 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, nagyon sok ez a pénz, hát egyre több nullát jelentem hát be. Hát kurva lett égletadva nullát, csak megszokom, halkan. Sziasztok, köszönöm a réde, sziasztok. Csak halkan szugom. Vissza kell, összesen 10 000 kell. A szantja szegítés a rajzolom. Mennyit is kell visszalapni? Egy. No, 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 no. És akkor pilosz? Kivettél 100 000. És akkor most kell 10 000. Szóljál, hogy igen. Egy. No, 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 no. Szerintem szokkod, számolnád gyorsan? Azt? Ez a szalvasz? Te szép! Kárszport, meg most nézem az üzeneteket, küldtél nekem egy képet, te rabóni voltál, baszki, vagy halloween-es játszottál? Csak mondom, hogy már gangsterbe tolom élt. Kilabolgattam ilyen boltockát. Baszd meg, kinőttél, mint a gomba, azt kurva élet. Persze! Nagyon menő vagy. Persze, utca élt. Sikerült rablás. Sikerült, persze. Gratulálok. Szikelült, nem szikelült, elkaptak érted.
Vedd le a taskát. Jön egy cávú, a te észen aztán nem vagy káló, kul van a gangszer. És viszelkedjétek gangszer leszen élted, hogy ez egy komoly csapat. Jó, én Nengliből azok amíg ide él. Ja, tudod, hogy hogy fogadja ezt a tabletet, Tici? Tényleg rendőr? Pontosan. Tici, kiveszed a táskámból a kalapomat? Persze, már is szekitek. Teszék. Köszönöm. Hogy néz ki, keci? Most is úgy áll, mint egy handel, látod? Miért mondjátok rám, hogy rendőr vagyok? Mert úgy viselkedsz, vannak hálókodolják. De nem is kálomkodok, szóval. Nem kálomkodás, hálókodolják. Ezt mondom, ezt azt, hogy kálomkodója leszek. Mi van? Én most nem értem. Milyen iszunk cisztok? Azt mondja, hogy francia, hogy rendőr vagyok. Nem mondtam, csak vannak hálókodolják, amik autalnak, hogy esetlegesen handle vagy. Ez ki a lendül, aki fel akarta adni magát a boltra, de ezt közepén nem is tudom. Ki lehet? Aki ezt az ötletet felvetette és mondta, hogy adjuk fel magunkat, biztos jó ötlet lesz. Biztos nem ő a lendül, csak úgy. Felvettem ezt az ötletet. Csak azt nem értem egyébként, hogy minket azonnal kaptak és téged nem. Ez érdekes. Mennyit tudok futni? És nem maradtam bent a kociba, mint te. Bemaradtál a kociba? Zancia bennmaradt, meszélték a rendőrök, hogy ott de ült. Miért kell kiabálni? De mi nem értem, hát... Látod, még nem is fogva menekülni, fel akarja adni magát. Beállgatt a csat. De persze, kifogászok. Ez egy vatúj koci, miért lagadt volna be a csat? Tudom, látod, kifogászok, hazudozászok. És akkor én vagyok a rendőr, ugyebár. Rendőr csak hallottam? Hé, cákáló, cápabó! De most ki a rendőr, bassza meg? Ki itt a rendőr? Senki. Rosszul hallottam valamit? Persze. Itt a tartozás, gyere! Jó, a csapatom, üzlám! Te várj, azt mondja az emberem, hogy adott neked még cuccot, várjál már! Nem végre az emberem, érted? Azt mondta, hogy adott neked cuccokat. Figyelj már! Tici, gyere már! Itt van nálam a tízes, jó? Amit beszéltünk. Milyen tízes? Szerinted? Sas. Ah, király, csak később akartalak hívni, érted? De így megoldottuk együtt, mert izé krúzoltunk az öregkel. Ez a tartozás. Ez a csapat. Akkor beoldom a részedet. Mi mellé voltál nyalalni? Tehát hol nem voltam, érted? Te mentem a Zadiára jaktozni, érted? Mert azt láttam wow. Az uraktól, hogy ez nagyon menő, érted, jaktozni az Adrián. Közpénzből, az nagyon menő. Ó, az kurva jó. A közpénzt pedig a boltokból szereztem. Kurva jó. Ez a köznek a pénze szerintem. Persze. Jó, az kurva az jó. Szeretném megkérdezni, lehet, hogy lesz majd egy kis üzletecke. Mennyi olyan kurva nagy gépágyút tudnál szerválni nekem? Azt a kurva nagyon. Mennyi kell. 10 dala. Mennyi kell. Az öregről beszélsz, a nagypapiról? Az öreg papi. 10 darab. 10 darab kell. Megoldottam mondjuk. És mikorra kell az attól függ? Még válok... 4-5 darabom van. Még válok egy telcit. Csak érted, nincs ki ezt fordulni. Te egyébként biztos jó haverjaid ezek itt? Nehogy nekem ez. Rendőrök legyenek. De biztos, hogy nem rendőrök. Ez egy igazi csapat. Tehát, már megsivartak a rendőrök, érted? Engem is. Ez egy igazi csapat. Gyilkos csapat. Őzlem, mologjál egyet, mint egy gyilkosz. Őzlem, mologjál, mint egy gyilkosz. Mologjál. Tesszék. Tehát nagyon ijesztő. Ez egy gyilkos, mint egy rendőr. Úgy morog, mint egy rendőr. Nem is igaz. Rendőr, bazd meg. Szíd. Eszkünem. Mint egy német juhászkérted, egy kártyos. Kiszúj becsük. Na. De hogyha hazudsz, ezzel vágja ki a haját. Kiszúj be szó, eszkű. Lehet, hogy nem áll jó a haja, de nem kéne megspalapulni. Mit akarsz ezzel a salra? Levágom a kis ujját, érted? Jó van, akkor majd kiszkál lesz, jó van? Jó, persze, cölögök majd. Köcike? Aztán óvatosan az utcán.
Persze, Szeggemben van az utcai életed, oda tartozom már lasszan. De nagyon menő az a kép, amit küldtél. Mit teszem háttér képnek lehet érted? Király, gengsze lesz. Hát, amúgy nem érdekel, neked női láb eladó. Mi nem érdekel? Női láb eladó. Pablo, mennyivel is tartozom? 22. Csomb érdekel. Segítsen beírni, jó? Segítsen. Szombot is tudok szerezni. Várjál. Négy párat hozzá, az azt mondja, 8-at hozzá, 8 lábát. Most írjad? A képen van meg egyelőre. Ugyanazó, hogy vágjam, de vagy mit szóval. Beírom 22-szer. A csalja együtt is, nekem úgy is jó. Ez akkor pilosz? 8 szajt, vagy mit szóda? Úgy drágább. Hát, hogy kétszer annyi. Teszik. Nem baj, hol hozzád, hozzád. Kösz, fiam, berfogom a csomítva, mert nem hiszem, hogy elfér. Jó, laptopba, persze. Add meg a számodat. Oké. Most, akkor mondom. Te, Lajos írt fel a számát. Nem működik a telefonom. Hogy a pacban, nekem nincs telefonom, érted? Na, ez kár. Van eladó, 100 euró? Akkor megveszik. Hadd egy jóra, megveszik. Nézd meg. Jó, ha megveszik, persze, hogy nem. Nézd meg, ott van bent a csomóban. Teszik, hadd oda neki. Jó, kilájszál, Pablo. Nézd meg azért, jó? Persze. Ebből a simkretelben. Mindig izé ellenőrizem, beleheted. Oké, hogy tudom, hogy ott van. Értem, értem, mindig meg kell ezt pillázni. Persze. Limon, zálunk. Megvan? Várja. Jó, persze, most egy dalabig okész. Húzzunk hát is a pizzára. Szóval elég vállalható, vagy szállás. Te vállalhatók nézeted van. Tedd már azt a sütyakot. Igen. Hogy élted? Hát nem mindig voltál ilyen flash, ilyen menő, érted? Mikor megismertelek, akkor hogy nézték ki, nem emlékszel? Hát csak tudod, pölög a biznisz, élet az utcán. Cicca gatyába voltál, meg ilyen csóróba voltál. Szóló voltam, érted, szóló. Ez most van, guci pulci, blokkosz, eledeti. Pilosz napszemci, guci szapka. Még a hajadra is emlékszem, az is vállalhatatlan volt, mutasd meg most a hajadat. Tessék. Teljesen flesz. Ez még olyan, mikor elmentem, mielőtt elmentem nyaralni, ez a pont olyan. Teljesen flesz. Nem kutélszem mit. Hát kicsi zílosz, majd megmoszom. Szerintem losz, hogy mindenki el. Őzláb lehet, hogy tudna róla érni, érted? Őzlábnak kurva menő van, érted? Gengszeresz. Akkor mondjam újra. Hát azért akkor te szerintem a haverom megsparkolni. Öreg, gyere már arra, kicsit beszélgessünk már. Mi a faszom bajom van? Miért van a rajta az a rohadt maszk? Na? És téged nem érdekel egy női lábfejkét? Nem. Hát ő? Eladó. Nem kell, kösz. Szerintem menjünk a pizzába, csak őzláb, terci számot szelél. De nem. Add meg nekem is, majd megadom neki. Jó. Mondhatom, 208, kötvél, 90, 24. Majd a kicsit hívjuk, majd onnan elég. 208, 90, 24, ugye? Persze. Cáolcok! Jó van, majd keresünk, szevastok! Jó, király! Szeva, üzlám! Szeva! Szevasztok! Le kell gyorsan pakolni. Szok szukkert. Jó, most ne veszítsd el. Várj, bejutom a GPS-be. Adok egy telci számot. És Zetont. Mit? Oda? Egy telci számot is szerintem defektünk van, csak mondani. Ja. Szerintem nincs. Mindenről van szó, ember. Kicsit furc a gumi. Adok egy telci számot és venni kell 5 darab szalmaszt. De ez az... Ja, csak a plató capkod hátul. Van plató. Szalmaszt az dublin? Az. Az mennyi, ez nekem nincsen most pénzem. Mondom, adok Zetont. Ja, az Zeton. Szálljatok itt csak gyorsan. Ez egy jó ötlet. Cászikolj! Csász, hogy neki szállodom a számot, te butusz. Az üzlet teljesen jó, csak nem én megyek, hanem üzlem, érted? A nagy gangster. Ismel, megvan a száma. Én nem te jó.
Mert én megyek aludni, kicsit szalul vagyok. Mikor jön? Mikor és hova menjen, azért cölöptem. De megvan a szám, meg tudom beszélni. Jöjjön 10 perc múlva a grúvra. Jó, király, azt mondtam, megvan a telci számod, igen. És akkor majd cölög. Na jó, majd hívom mindjárt. Jó, király. Megbízható? Megbízható, hogy kell lőszelisz, Páldala, milyen lőszelisz kell? Minden majd cölög, persze, hogy megbízható. Dezelt lőszel. Szasz lőszel kéne 6 darab. 6 darab? Jó. 6 darab. Jó. Jó. Majd el ne beszélem vele. Jó, coplak. Biztos, hogy van zéje, persze. Na jó, jó, jó. Csá. Csá. Akkor felhívom a szikítást, hogy hol menjek. Jó. Valamikor Talci, holnap vagy holnap után Talci, jó? Oké. Császtok. Then spent it most our lives living in the gangster's paradise.